Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. A Délini Rendezvényház bálterme sűrűn öltözik díszbe, hiszen ez a dolga. Azt viszont meg kell hagyni, hogy farsang idején láthatjuk a legpompázatosabb estéikben. Mindenkori első bálosaink a menedzserek, akik általában olyan magasra rakják a szervezői lécet, amit évről évre nehéz tartani a követőknek. Már az elején eldurrantva a gondolati petárdákat nyugodtan kijelenthetjük, hogy a menedzserek idén is magas nívóval, nagyobb létszámmal és visszatekintve kiváló hangulattal nyitották meg a farsangi bálok jászberényi szezonját. Itt több mint 50 vállalkozás vezetője tagja a Jászság Menedzser Klub Egyesületnek, és az azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog. És ha én jól gondolom, legalábbis a ti véleményeitekből is, sokszor külső véleményekből is, ma már nagyon sokak számára a büszkeség az, ha a Jászsági Menedzser Klub tagja lehet valaki. Dr. Rédei István hozzátette, hogy ehhez a kivételes körhöz pedig nem csak tartozni lehet, hanem ebben tevékenykedni a közös jó érdekében. A 2017-es esztendő kétségtelen legnagyobb gazdasági eventje a Jászsági Menedzser Klub munkásságához fűződik. Az első Jászsági Gazdasági és Fejlesztési Konferencia több tekintetben történelmi mérföldkő volt. Azt, hogy a legnagyobb érték az volt, hogy együtt voltunk, képesek voltunk együtt gondolkodni, és amikor egymás gondolatait hallgattuk, akkor el kellett jönni mindenkinek arra, hogy sokkal-sokkal nagyobb érték van ebben a régióban, mint amikor csak külön-külön egy-egy, kettő-kettő, három-négy vállalkozás, település és vállalkozás együttműködését látjuk. Óriási energia, óriási potenciál, óriási lehetőség van a járságban, és ennek a kibontása még bőven előttünk álló feladat. Eredményét tekintve a térségi lobby új szintjén sikerült kieszközölni a 32-es számú főút Jászberény-Jászpénzör közötti szakaszának felújítását. Ha csak ezt nézzük, akkor is elsőre óriási eredmény. Akkor mi lesz a folytatásban? Akkor úgy van itt az Eszterházi Károly Egyetem, mi nem csak boltozott ide, hanem hála képviselő úrnak és polgármester úr álmainak, ide hozott egy egyetemet is, és immár teljes a kör, van egy gyönyörű egyetem, van egy gyönyörű város, van egy gyönyörű teljesítmény, most már csak az kell, hogy alázattal dolgozunk a következő évszázadokban is, hogy így is maradjon. A bál fővédnöke kiemelte, hogy a Jászságban kérni sem kell, mert szívesen adnak a szorgos népek annak érdekében, hogy a sok elvesztegetett év után a Berényi Kampusz fejlődhessen, a gazdasági szereplők és a piac által is áhított műszaki irányba. Az egyetem elindult a műszaki informatikus megvalósítása irányába, de gyakorlatilag az, hogy mondjuk műszaki mérnökeink legyenek, az egy nagyon hosszú távú dolog. Úgyhogy egy párbeszéd indult el különböző egyetemek között, hogy szeretnénk idehozni olyan egyetemet, aki velünk együtt el tud indítani mondjuk egy villamosmérnök vagy egy gépészmérnök képzést. A rektor szerint nem szerencsés most elkezdeni egy saját műszaki képzést nulláról. Ez károsítaná a most jól működő folyamatokat, de egy megfelelő társal mindenképpen érdemes elkezdeni a műszaki képzést. Hangzatos mondatokat, ízes vacsora követte az Innoven Kft. És Szabó Séf kifinomult ízlésének jóvoltából. A füstölt libamell, a karfialos kaviáros pannakotta és a leheletnyi saláta megtette az előétel dolgát, elegánsan bemelegítette ízlelő bimbóinkat, hogy érkezhessen a testesebb főfogás. A főfogásban található egy Hesselbeck burgonya, ez egy beírdalt burgonya fokhagymával, parmezán sajttal, olívaolajjal van megsütve, ehhez társul egy fűszeres joghurtöntet, egy gyömbéres karota és egy viszkiszósszal lakkozott sertésszűz. Mindezt egy a Barackíz szélesebb repertoáriát bemutató kellemes desszert zárta. Gasztroélmények viszont a vacsorával nem zárultak le. Osztrovszki Ildikó olimpiai ezüstérmes séf olyan ételszobrászatot mutatott be, amit nem csak feszegeti, hanem konkrétan kimeríti a művészi szintet. A képen látható földgömb felületére egyesével kerültek fel a mákszemek és egyéb termések magjai. Igen, jól hallották,
egyesével. Ez már önmagában is elképesztő, de nem is véletlen a Luxemburgban szerzett olimpiai érem. A 12 csillagédet haladtam meg, horoszkóp szimbólumokat kókuszdióban. Ez volt a fő versenymunka. Több részből állt a versenymunka. Ildikó bátorított minden háziasszonyt a kreatív megoldások megvalósítására a konyhában. Mindenféleképpen meg kell próbálni, meg lehet próbálni. Először is egy jó kés. Tehát kés nélkül azért úgy nehéz faragni egy éretlen krumplihámozóval, de egy egyszerűbb dolognál kell kezdeni, akár egy sárgarépánál. Elkezdi az ember saját maga szórakoztatására, és olyan örömöt tud vele szerezni, akár a családjának, vagy a barátainak is, úgyhogy bátran bele kell fogni. Persze a versenyző vágyik vissza a ringbe, és már most készül a következő olimpiájára, mely 2018 év végén lesz. Természetesen az aranyért indul megyénk tehetséges gasztroszobrásza. Viva! Viva! Desszert után lassan népesült be a táncparkett. A társasági étkezés szeánszát a kedélyes eszmecserék zárták, amíg a csevegés moraját meg nem szakította a konferencié, Malek Andrea produkciója következett majd tombola és hajnalig tartó tánc, melyben a Sandwich együttes remek repertoárjának továbbra is elévülhetetlen érdemei vannak. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart.